In diesem Jahr fanden die Feierlichkeiten zum Anatag in Kassa wieder statt. Die Veranstaltung wird seit 1997 durchgeführt und hat sich in den fast 30 Jahren ihres Bestehens von einem eintägigen Programm zu einem dreitägigen Feier entwickelt. Wie in den vergangenen Jahren bot auch die diesjährige Verabschiedung des Anatags ein buntes Programm an Aktivitäten. A mostani gyakorlat már az, hogy pénteken van mindig a svábbál, mert este 9-kor kezdünk, addigra mindenki hazaér, és kialussza magát szombatra, akkor szombaton ugye van a következő program, ami hát vagy kézműves foglalkozás a gyerekekkel, most egy kiállítás megnyitó volt. Körtvéhesi László készített képeket jó pár évvel ezelőtt a német népviseletekről, és ezt Hey Helmut bocsátotta a rendelkezésünkre ezeket a képeket, ebből volt egy kiállítás megnyitó, majd Támlacinak volt egy diaporáma vetítése. Ez volt a szombati nap, most idén, és hát a vasárnap az mindig, azt mondom, hogy hagyományosan a misével kezdődik délelőtt 10 órától, és délután a kulturális programokkal. Igyekeztünk színessé tenni, tehát elég sok táncos is van Nagynyárádról. Beremendről szerbtáncosokat hívtunk, hogy legyen egy kis változatosság. Mazsorett csoport is volt, a Baranya Mazsorett Sportegyesület lépett fel, de ők útközben ugye a menettáncon voltak. Az előbb léptek föl a vókányiak, a vókányi táncosok, nem is tudom, hogy elmondtam-e mindenkit. Volt a fúvószene is, a kaposzekcsői fúvószenekar, Milik Anikó és a Milik József, ugye ők is szoktak mindig felépni dúóban, és akkor van egy kiskassai fiú is, Haraszti Marcell, aki klarinétozik, ő Milik Józseffel együtt fog föllépni, azt mondták, amit játszanak, meglepetés lesz, és a végén is lesz egy meglepetés, egy 13 éves fiatalember, aki szintetizátoron mutatkozik benne, mert ő még ugye itt nálunk eddig nem volt. Die meisten Generationen sind auf den Veranstaltung vertreten, so die Programme waren so zusammengestellt, dass keine Langeweile aufkommt. Igyekszünk minden programot összeállítani, hogy a kisgyerekeknek is jó legyen, a nagyobbaknak is, a felnőtteknek, meg az idősebbeknek is. Tehát a három napot próbáljuk úgy megcsinálni, hogy minden korosztály megtalálja benne azt, amit szívesen hallgat, szívesen lát, amiben szívesen részt vesz. Die Verabschiedung wurde von ziemlich extremen Wetterbedingungen begleitet, aber trotz des anfänglichen Sturms nahm die Zahl der Gäste nicht ab. Tegnap volt a bál, illetve tegnap előtt pénteken, ugye a Vémindi Sextet játszik most már elég régóta, és akkor volt a nagy vihar. Tehát egy kicsit megijedtünk, mert fák dőltek az útra, tényleg ítéletidő volt, maga a zenekar is azt mondta, hogy hát ők se tudták, hogy mi lesz, és nagyon sokan jöttek. Tehát jobbára ugye a kiskassai, a kiskassához jött vendégek, mint hogy a búcsúba, ugye mindig is ez volt a szokás, hogy a családokhoz a rokonság jött vendégségbe, de azért jöttek a szomszéd településről, úgyhogy végül is mondhatom, hogy teltház volt a bálon. Auf dem Programm steht ein kleiner Zug, der durch die umliegende Dörfer fährt und die Schönheit der Gegend zeigt. A kisvonatnak, amikor elindítottuk, pár évvel ezelőtt kezdtük ezt is, az egyik célja az volt, hogy a környező falvakból elhozza azokat, akik szívesen részt vennének a búcsúba, de a másik célja inkább az volt, hogy megmutassuk azoknak, akik nem idevalósiak, hanem Pécsről vagy messzebbről érkeztek, Pestről is vannak vendégek ma is, hogy megmutassuk, hogy milyen gyönyörű ez a vidék. Tehát a szomszéd falvakba, Pécsre-Vecserre, Petedre, Újpetrére megy el a kisvonat, és hát mindenki nagyon élvezi, nem csak a gyerekek, a felnőttek is. Das Fest der Heiligen Anna ist ein wichtiges Ereignis im Leben der Schwaben von Kassa, denn neben der religiösen Hintergrund hat ein solches Ereignis eine wichtige gemeinschaftsbildende Wirkung auf die hier lebenden Menschen. A templom, hogy ez az 1767-es év környékén épült, ezt az ide települt németség építette, és Szent Annáról nevezte el, és ezért van ugye a búcsú ilyenkor, mert az Anna névnapja ilyenkor van, és hát igazából a búcsú az mindig egy közösségi identitásról is szólt, ugye egy vallási közösségi identitásról, de ugyanakkor a család, a rokonság, az ismerősök is összejöttek, tehát egy búcsú mindenképpen identitás erősítő mindenféle szempontból. Bei der Feier geht es nicht nur um deutsche Tänze und Lieder, denn es gibt immer die Möglichkeit, eine kulturelle Darbietung einer anderen Nationalität zu sehen. Van, amikor csak német van, de láttuk, hogy nagy sikere van annak, amikor becsempészünk egy-egy másik nemzetiséget, mert ugye ez egy más szint ad, úgyhogy
ilyet is szoktunk, hogy akkor egy-egy másik nemzetőséget is meghívom. Die letztjährige Veranstaltung war ein großer Erfolg und so ist es nicht verwunderlich, dass das Interesse an der diesjährige Veranstaltung noch gestiegen ist. Szerintem, mintha idén most még többen lennének. Tehát a tavalyi nagyon-nagyon jól sikerült, sokan voltak. Szerintem ennek ment a híre, úgyhogy most még többen. Tehát nagyon sok olyan arcot is látok, akiket én eddig nem láttam. Tehát egészen biztos, hogy nem csak a környékről, hanem talán tényleg messzebbről is jöttek. Trotz der anfänglichen Wetterwidrigkeiten endete der dritte Tag des Abschieds in Kassa mit klarem, sonnigem Wetter und guter Laune.